Hölgyeim és uraim, ismerős önöknek ez a maszk? Amennyiben nem, az azt jelenti, hogy önök még nem látták a fiatal filmrendező Mundrucó Kornél legújabb színházi rendezését, a Nibelung lakóparkot a budavári Sziklakórházban. Amennyiben viszont ismerős önöknek ez a maszk, az azt jelenti, hogy önök már látták a fiatal filmrendező Mundrucó Kornél legújabb színházi rendezését, a Nibelung lakóparkot a budavári Sziklakórházban. Egyéb iránt pedig láthatták díjnyertes filmjét, a Szép napokat is. A mai propagandában Mundrucó Kornél következik. És a mai propagandában is Mundrucó Kornél következik. Nem tudom, azóta látták a Nibelung lakóparkot, vagy a Jeget, vagy a Látszatéletet, vagy bármelyik protonszínházas Mundrucó Kornél rendezést, de ha nem látták, attól még németek, meg franciák lehet, hogy látták, mert hogy közben Kornél nemzetközi hírű színházrendező lett, és a filmjeivel is tulajdonképpen folyamatosan más országokban is jelen van. Tehát következik egy olyan ember, akinek Magyarország az otthona, de az egész világban működik. Van valami emléked erről a propaganda forgatásról? Hány éve volt egyáltalán, és ott mi történt? Hol tartottál te az életedben? Arról úgy homályosan vannak emlékeim. Arra emlékszem, hogy találkozunk, és egy csodálkozom, hogy van olyan, mint te. Pedig mi már előtte is ismertük egymást. Hát ismertük egymást, tudod, még korábban. Hogyne, hát én sokat jártam az Új Színházba, igen. Ahol te színésztanuló igen, voltál. Igen. Akkor és még, az Ácsani körével igen, tartoztál, ahova én is. Igen, persze. De hogy mennyire ügyesen csinálod ezt, én teljesen elcsodálkoztam, hogy te, úristen, ezt így le tudod nyomni. Őszintén szóval nem erre számítottam, pedig már benne voltam úgymond a szakmában, de wow. De most ezt nem azért kérdeztem, hogy engem dicsérjék, hogy zavarba jövök. Ez maradt meg. Ez maradt igen. Meg. Igen, mert nem feltételeztem, ugye azt se tudtuk, hogy te mivel fogsz kezdeni, vagy mit lehet képzőművésznek készültél. Igen, de hogy mit jelent a televíziózás. Igen, és akkor bam. Rettenetesen rossz a memóriám. Arcmemóriám sincs, névmemóriám annál rosszabb. A gyerekkoromra nem nagyon emlékszem. Törlök. De 3 évente. És vannak pillanatok, amiket nagyon megjegyzek. Ott tartok, hogy mondjuk a színművészeti főiskola színész szak másodév. Tehát azokat úgy el tudnám másodév, harmadévet még mondani, hogy mik voltak. Már nem. Úgy, ahogy egy ember emlékszik. De ez továbbra is így van? Így. Tehát az akkori éned igazat mondott? Ez nem, nem mármint, hogy nyilván igazat mondott, de hogy ez nem csak egy ilyen hangulat volt akkor neked? Nem. Ez nem igaz így, hogy törlök, és nem emlékszem semmire, de nagyon sok részletet elfelejtek. Ezt a bátyámon tudom lemérni, aki nagyon sok mindenre emlékszik, még a gyerekkorunkból, és a többi. Jó, de az már, ő a bátyád az első szülött gyerek, igen? Igen. Valahogy ő szerintem azoknak a gyerekeknek jobban van rendszerező agya, és ők viszik tovább a családi hagyományt, hogy tudniuk kell a család lehet. Dolgait. A kicsik, azok nem törődnek semmivel. Lehet. De hát bizonyos értelemben nem jó, de más értelemben meg jó, hogy el tudom engedni a dolgokat. Szóval nem ragaszkodom filmjeimhez, előadásaimhoz, szóval nem is nézem őket olyan nagyon rendszeresen, mint más alkotók. Színész már nem leszel, vagy színészként kezdted ezt az egészet? Hát színészként végeztem, igen. Mikor végeztél a főiskolán? 94. 94? 8. Ki volt? Bocs. 98. Igen, 94-ben kezdtem, és 98-ban végeztem. És... Ki volt a főtanár? Zsámbéki. Zsámbéki. Mester tudatom van tőle. Jó színész voltál? Utólag azt gondolom, hogy valószínűleg nem lettem jó színész. Éreztem, hogy vége van a próba folyamatnak, ami számomra egy inspiratív, izgalmas időszak, 3 hónap, és 0.0 örömet okoz színpadra menni. Ja, te először nem is akartál már színházat? Azt hittem, hogy amikor te filmrendező lett és filmeket csináltál, akkor még a fejedben volt a színház, nem? Nem, nagyon nem. Melyik színházhoz volt szerződésed? Kaposvári. Kaposvári színház. 70-es évek, hát, 80-es évek. Tulajdonképpen akkor belülről nagyon börtönnek éltem meg, és nem is volt ilyen nagy koncepcióm arra, hogy én filmes legyek, hanem az, hogy én más csináljak, mint a színház. Volt a felvételi a filmrendező szakra, és kellett egy 5 perces rövid filmet csinálni. És egy éjszak alatt forgattam le egy nagyon kicsi jelenetet. És ez a nap, vagy ez az éjszaka, amikor én ezt leforgattam, akkor azt éreztem, és rettenetesen gennyes, amit most mondani fogok, hogy tetőtől talpig ez vagyok. És nem tudtam megindokolni, és azt éreztem, hogy bármilyen lesz a film, én ez vagyok. Oké, ennyi. Lezárt Szabolcs!
a színészetben soha az életemben ilyet nem éltem át. Gratulálok! Az a legrosszabb, hogy mindig ugye az ember a forgatókönyvet bohó módon úgy érje, hogy a főszereplőt azért magára képzeli. Tehát az összes olyan tulajdonságodat írod be. Elő tudja adni, de akár hát, ha kérik. Nem, pont azt akarom elmondani, hogy szerencsés esetben egy női főszereplőt írsz, tehát eleve kizárod azt, hogy te játszad el. De utána mindig ott van az, hogy hát tulajdonképpen ezt nekem kéne eljátszani, és most kéne valakit találnom, aki olyan, mint én. Azt hiszem, nekem nagyon nehéz férfi színész találnom. És mindig ugyanazt a főszereplőt keresed? Mindig Mephistót keresek. Egy önmagát megégetett Mephistót. Szóval mindig az a vágyam valamiért. Emberekben is egyébként. Vonzódom a Mephistósabb alkatokhoz. És mindig, amikor erőt érzek magam fölött, ahhoz borzalmasan elkezdek vonzódni. Ez érdekes. De egyébként ezt a régi Mundrucó Kornél te szívesen nézed? Vagy szereted? Nem tudom, nem tudom. tulajdonképpen ilyen nagyon esszenciális igazságok vannak benne. Nyilván, hogyha azt gondolom, hogy ilyen főhősnek igen, ilyen vívódóbb alkatokat, vagy ilyen elveszettebb lelkeket szoktam keresni. Az, hogy mennyire vagyok én, mennyire nem, az most már az embernek egy idő után enyhül a mániája. Szerencsés esetben. Hogyha ez a mánia nem enyhül, az gyanús tud lenni. Művészetben is gyanús tud lenni. Mi volt a mániád akkor? Én nem érzem ezt, hogy ez ki. Én tudom, hogy volt mániák. De eleve a filmkészítés mámora az fontosabb volt, mint az amit. És ez megváltozott? Igen, egy kicsit megváltozott olyan értelemben, hogy az amit, meg hogy honnan az akarom csinálni, mindenképp akarom csinálni, nem érdekel semmi, jöjjönek oda azok az emberek, akiket szeretünk, és akkor lesz belőle majd egy jelenet. És ez nem egy artikulált forma volt feltétlenül, amit csinálunk. Sokszor rendezők történeteket megcsinálnak így vagy úgy, és ezzel megtörtént a film. Te viszont egy ilyen szöges ágyra fekszel, vagy nem tudod, hogy így megkínzod. Tehát, hogy neked kell, hogy a film az akár az életedet tegye tönkre, vagy hogy megtébolj, hogy van ebben egy ilyen küzdelem, hogy fájjon, vagy nem tudom. Nem az van, hogy fájjon, hanem az van, hogy olyan területeket nyisson meg, ami ismeretlen. Ez hogy van? Ezt mondd el nekünk, a végállapot, hogy minden filmet hogyan kezdődik? Hát pontosan azt próbáljuk keresni, hogy lehet kibillenteni a világot. Tehát minden filmnek az eleje egy nagyon erős leütés, olyan, hogy nem normális ez a nap, nem normális ez a világ, ami innentől számítva kezdődik, és abban nézzük meg a jövő micsoda. Azért fontos számomra az ilyen típusú leütés, hogy ne kelljen magyarázkodjak. Tehát onnantól kezdve tessék elfogadni, hogy ez a mi rendszerünk. Díj, az mit jelent? Az tényleg azt jelenti, hogy csak és kizárólag németeknek van fenntartva, német színházi igen, díj, német alkotókra. Ez a fő színházi díj Németországban, ahol tulajdonképpen német finanszírozású előadásokat díjaznak. És ez egy német finanszírozású előadás, a Látszatélet, amiben van egy pici magyar pénz, meg talán egy pici francia pénz, de azért a legnagyobb részt német, és tulajdonképpen teljesen elcsodálkoztunk mindannyian, hogy ezt jelölték. Hogy a német szövetség, színházi szövetség egy magyar nyelvű, ám de német finanszírozású előadást választ a legjobb német előadások közé. És mi van, ha megnyered? Szerintem semmi. Tehát, hogy de nagyon de nehéz elképzelni, hogy az, nem tudom. De hát a díjakkal így van az ember, hogyha megnyerte, akkor rájön, hogy tulajdonképpen semmi nincs, de biztos segít. Vagy a lényeg már most megtörtént, mert ezzel a jelöléssel tulajdonképpen a jelölés az ez olyan, mintha már megvan. Kicsit olyan, meg az, hogy egyáltalán ez, szerintem minden díj valójában az örömön túl, meg azért egy legalizációs folyamat. Ahhoz képest tényleg, hogy egy évente egyet, vagy két évente egyet csinálok, ahhoz képest tényleg úgy számon tartanak. Ez egy érdekes dolog, hogy azért két közönségnek dolgozol tulajdonképpen, mert a színházi közönség szerintem az egy általad is jobban érzékelhető
valami, és akik a színházba elmennek megnézni egy Mundruczó darabot, teljesen mindegy, hogy Budapesten vagyunk, vagy Németországban, ők nagyjából tudják, hogy mire mennek, értenek is hozzá, vagy biztos, hogy lesz véleményük róla, tudnak beszélgetni veled. A filmnél van érdekes, hogy a filmnél nem tudod, hogy ki a közönség, és te is abban a helyzetben vagy, hogy nem, tehát hogy amíg mondjuk olyan filmeket csináltál, mondjuk egy Frankenstein tervnél, azt lehetett tudni, nem, hogy azt nem lehet plázába levetíteni. Tehát az a West Endben tömegek, nem fogják megnézni, ezt te tudtad előre. Nem? Persze, hát most is azt gondolom, hogy nem lehet plázába vetíteni. De ez nem, ez megváltozott. Hát hiszen a Fehér Isten óta olyan, mintha a törekvés igen. is igen. ez lett volna, nem, hogy, hogy több embert elérje. De maga a mozinézés, hát... A törekvés az nem ebben az értelemben volt, hogy, hogy több embert elérjen, meg kommercializálódjon az ember, hanem egyszerűen azt a formát, ami mondjuk ezt a hardcore arthouse formát, teljesen kiüresedettnek éreztem, és érzem mai napig, és azt gondolom, hogyha viszont látom a moziban, akkor is nagyon sokszor azt érzem, hogy valami meg lett itt haladva. Elvesztettem valami kapcsolatot. És azzal, hogy elvesztettem egy bizonyos kapcsolatot a saját történelmi korommal, abból fölrázott mondjuk a Jég című regény, vagy a Kötzi irodalom, és azt hiszem, fú, ez ők beszélnek a máról, és nem én beszélek a máról. Sokkal inkább ez volt a kulcs ahhoz, hogy az ember változtasson. De az ember néha azt hiszi, hogy a két szék közé esik ezzel, tudod, mert a commerce-nek ez túl bonyolult, a arthouse-nak ez túl commerce, és akkor te ki vagy. És, kérlek egy kávét, Kata, mert... Persze. Én kávé örületben vagyok, te nem? Hány én kávét iszol reggel? Ez sem ennyit. Te egyet sem iszom. Egyet sem iszom soha. Nem, mert soha. Ő te. És nem is dohányzol már? Nem. Nem, de kávét alig ittam. Egyébként volt tahikardiám, és akkor, amikor kiderült a tahikardiám, egy rettentő bolond dolog, mert megzavarodik a szíved, és elkezd nagyon gyorsan verni. És nem vettem komolyan ugye a főiskola alatt, és én is cigiztem, kávéztem, mindent csináltam, ami nem a legjobb a szívnek. És akkor már voltak ilyenek, hogy mondjuk interjú közben rám jött egy tahikardiás roham. Fölment a pulzusod 120-ra? Gondolom igen, és egyetlen dologgal tudtam csillapítani, ha legugolok. És az valamiért segített. És akkor volt a pillanat, mondjuk, hogy rám jött, hogy ne haragudj, hagyd guggoljak! Keresztem a melleden? De csúnya. Te hiszed Istenemben? Hát te sajtól vár. Akkor te még főiskolás voltál? Igen. Szerintem igen. Harmadéves talán? Azt hiszem. A Szép napok volt később, ugye? Persze. Akkor másodéves voltam szerintem. A másodéves, és te pedig rendezőszakos voltál már? De első. Még te is főiskolás? Aha. Igen. Igen. Jé, de érdekes. Akkor ez egy jó hosszú történet. És aztán ez lett tulajdonképpen a családi otthon? Tehát akkor ide... Hát amikor összejöttünk, akkor még először a Katánál laktunk, egy kicsi Hunyadi téri lakásban, aztán jöttünk ide. Tudod, azért öten vagyunk, tehát hogy három gyerek van itt, akkor azok a hetek, azok komolyak. Na. Ja, mert nálatok így van, jönnek, mennek a gyerekek, így az előző házasságodból van. Kettő, két gyerek, a Miska meg a Vica, és akkor van a Katával egy közös, az Elíz. És akkor, tehát amikor öten vagyunk, akkor ez egy romboló hadjárat van. Jaj, leülök csak ide, én ülök ide, és akkor tudni lesz a kornélon fény. Gyerek, Katat, szóval nem, a válásnak az az érdekessége, hogy a mai korban sokkal több a válás, mint mondjuk a házasság vagy bármi. Ehhez képest mégis ugye a válás úgy van beállítva, az a jele, mint te is mondod, mint egy vége, valamit nagyon rosszul csináltam, elrontottam, egy kudarc, legnagyobb kudarc. Holott baromi érdekes térnek, hogy miért nem arról beszélünk, hogy kell menedzselni a válsághelyzetet, szóval hogy kell túlélni, lehet egyébként még is. Az az érdekes, hogy még a családon belül, szóval, hogyha megoldod, és hogyha nem őrült az élet, és azért szerencsére ez nálunk inkább így volt, hogy nem őrült az élet, akkor is a társadalom folyamatosan ezt sugározza a gyerekek felé, tulajdonképpen feléd is. Szóval az egy szó, amikor azt mondod, hogy a második házasságon ugye nem házasodtunk össze, de ettől függetlenül. Ezt mondod, akkor úgy, na, aha, te egy ilyen vagy. Szóval van egy ilyen jelleg a dolognak, ami nagyon meglepő, őszintén szólva. Az biztos, hogy amikor utoljára forgattunk veled, akkor te egy fiatal ember voltál, akinek tulajdonképpen nem azért, csak olyan értelemben, hogy úgy voltál. Itt a vége. Nem, úgy voltál fiatal, tudod, hogy nem volt felelősséged senkinek az irányába, tehát hogy minden energiádat arra tudtad összpontosítani, hogy rendezzél filmet, meg színházat.
És azért megváltozik az ember, amikor gyerekei lesznek, apuka lesz, mit tudom én, tehát már te se lehetsz csak rendező. Nem, de azért annyit nem változik. Szóval nem hiszem, hogy kevesebbet dolgoznék. Nem, nyilván más az attitűded az élethez. Tehát abba az időszakban nyilván az önkeresésnek mondjuk egy olyan fázisában vagy, amikor te vagy saját magad számára a legfontosabb. És ez nagyon jó, hogy az embernek van egy ilyen szakasza. De abban a szent pillanatban, amikor az első gyerekednek belenézel a szemébe, ez ott szűnik meg. Ez volt az eredeti lépcső. Ez igen, ez eredeti. Ez nagyjából ennyi maradt a lakásból. Milyen jó régi lámpákok, ezek működnek is. Igen. Ja, és mi ez a kinó felirat? Itt van ez a kinó neon. Ez a kinó neon. De ez az, amikor volt, ugye volt egyszer egy saját mozitok. Igen, igen. Petrányi Vikivel arra gondoltam, hogy csináltok egy mozit, egy kávézót. Igen, meg is csináltuk, és működik is, csak most már nem mi vezetjük, mert úgy alakult az élet. Őszintén szóval én mindig vágyok egy helyre, és nincsen sehol helyem. Szóval se a színházban nincs egy épület, se a... Szóval nincs egy ilyen hely az életemben. De hogy egyszer majd talán lesz egy hely. Kulturális értelemben, hogy egy család igen. van, meg ez persze. is egy nagy otthon, tehát én értelemben akkor biztonságban van. Igen, igen, mert föl is gyújtom neked, és csak hogy az így van. Ó, egy de ilyen. Jó, hát... Be kell melegedjen. Hát azért nagyon furcsa, tehát nagyon sok képzettársul hozzá. Fél az ember olyan, mint egy ilyen furcsa, ilyen kambodzsai kínzó tábornak a legsúlyosabb részlege. Fantomvilág, nem tudom, ez valaha működött? Ebben 45-ben nagyon működött, tehát 45-ben a háborúban. Persze, ez még azelőtt, tehát tiszta 30-es, 40-es évek bizány. És az a legjobb, hogy nem jutak hozzá. Egyébként rám tényleg lenyűgöző hatással van ez a tér, meg ezek a helyszínek, ez ilyen... Hát mint filmes. Hogy ide tudom elképzelni a jeleneteket erősebben. És nagyon megváltozott a koronát? Azt mondja, hogy nem, de azért te is ismered 20 éve. Most már azért minden fázisát végignézted a Kornélnak, és minden stádiumban, tehát voltál színésze, akkor most már szerelme, gyermekének anyja, tehát azért sokat tudsz róla, tehát hogy... Sokat változik szerintem a Kornél, de a mi összefüggésünkben azt hiszem kevesebbet. Az a szellemi kapocs, ami köztünk van, az maximum átértelmeződik, de ez... Azt hiszem, hogy adott volt, nem? Adott volt, de a Katának van egy világa, ami nagyon érdekes, és nagyon ő egy tartózkodó, vagy egy ilyen rejtőzködő alkat, és az is egy hosszú folyamat volt, hogy az ember megértse, hogy neki van egy nagyon erős belső világa, és ez az nagyon erős belső világa számomra egy inspirációt jelentett, és én most nagyjából az ő anyagait csinálom meg. Most ez hülyén hangzik, de nekem mindig kellett, hogy kinek az anyagait csinálom meg. Szóval... Ne te írd, ne te legyél az első hanem, szó, amit leírsz. Igen, de hanem mindig volt. Tehát, hogy nekem volt a Zsótér a legelső korszakban, utána az Ivet nagyon hosszan és nagyon nagyra tartom, és most is a mesteremnek tekintem. De aztán a Katának tényleg van egy nagyon érdekes, és a színházból következett nekem, hogy neki van egy tök érzékeny ilyen látásmódja, ami még nagyon tetszett nekem, hogy sokkal empatikusabb, mint amit én csináltam. És akkor együtt kezdtünk el dolgozni, színházban is, meg filmen is. Ez nem jelent az, hogy ne tudnánk egy másik ember anyagát adaptálni. Színházban nagyon sokszor adaptálunk mást, de a filmekben azokat ő írja. Jobban mondva, először még hárman írtuk, hogy a Viki, én meg te, aztán rájöttünk, hogy úristen, ezt a Kata csinálja tulajdonképpen, és akkor mi hátrébb léptünk a Petrányi Viktóriával, és tulajdonképpen dramaturgként, meg így veszünk részt, de ő ül a kép előtt, és írja ezeket a dolgokat. És ott mit csináltuk? Az a Kata dolgozószobája. Nekem van. Ja, neked van. Csak úgy mondom. Nem tudtuk megoldani, hogy hol legyen lépcső. És játszottunk a trafóba, és egyszer csak a trafós fiúk egy motorral fölhúzzák a hídra a lépcsőt, és akkor beugrott ez a Star Wars kép, tudod, és akkor ez egy lépcső, amit le lehet engedni. Ezt nagyon jó, és leengedjük majd. Leengedhetjük, a Star Wars zenéjét nem tudom hozzá betenni, de... Klasszik. Akkor neked van dolgozó szobád? Nekem van. Hát... Vagy mit van? Dolgozó emeleted? Mi ez? Nem tudom. A padlásszoba. Ez a padlásszoba. Vagy volt gyerekkoromban ilyen könyv, hogy padlásszoba királynője.
És egy ilyen kislányról szólt, aki padlásszobába képzelte el a meséit. Nagyon hívogató, meg nagyon jó is, kivéve... Elefántcsont torony. Elefántcsont, nagyon jó, kivéve, ha itthon van valaki. Mert akkor följön minden hang. Mert akkor följön minden zaj. És, tehát, hogy az előnye az a hátránya. De jó, azt hiszem, lehet érezni, hogy úgy egybe vagytok. Tehát, hogy úgy... Hogy ez nem egy ilyen látszat élet, vagy nem egy ilyen eljátszott élet, hanem ez így ki van találva, meg van alkotva. Ja, nem, nincs benne hazugság. Tehát, hogy az biztos, hogy nincs benne, vagy még nem volt benne. Kornél? Milyen a fejedben? Ez egy operett lépcső egyébként. Igen, de most milyen a fejedben, hogy a feleségeddel bezártál minket az emeleti szobában. Minden transzparens, látok mindent. Operett lépcső? Ezt hogy érted? Hát szeretjük a lépcsőket, pedig sosem mindig tervezünk egy lépcsőt csinálni, mert milyen rohadt jó lenne egy operett lépcsőn csinálni előadást, meg ilyesmi. Tulajdonképpen úgy dolgozunk mi közel, nagyon közel egymáshoz, hogy nagyon távol dolgozunk egymástól. De azért azt is elmondanám, hogy ez mind a kettő nagyon közösségi műfaj, és hál' Istennek nagyon pici részébe vagyunk mi ketten, gyakorlatilag alig, és nagyon hamar, hát színházi produkció esetében aztán tényleg nagyon hamar, ugye megérkezel egy közösségbe, és akkor ott kitágul a dolog, és újra értelmeződik, és mindenkinek lesz egy saját feladata, tehát hogyha egy színész valami változtatni, akkor az én ügyem. Én beszélek egy fordítóval, hogy az másképp legyen, akkor én meg rendez. Én adott esetben ott ülök, hogy ha kell valami, de hogy érted, vagy hogy de várjátok, beszélünk, tehát ti színházat és filmet is együtt csináltok? Igen. Még akár külföldön is? Katára úgy tekintenek külföldi színházban, Németországban és Lengyelországban is, mint szerzőre. Egyáltalán nem úgy, hogy akkor a Mundruczó csaja. Érted? Azért itt ezt nagyon nehezen tudod el, hogy ja, biztos a Kornél írja. Hát biztos neki mindent én csinálok. Hogy csak ott van és szolgál, de a Vikivel ezt is nagyon nehéz volt megküzdeni. Ugye a Petrányi Viktória ma végre egy producer. Azért nagyon sokáig volt az, hogy mit keres az ott, biztos nem ő, nem tehetséges. De ugye ez az egész gender dolog itthon nagyon gyerekcipőben van. Beforrázta magát. Átváltozott a forró, mint a saját hátrára. Lassan. Károly! Sok embernek ez a vágya szerintem, hogy valahogy így a világban éljen, ne pedig csak a saját kultúrájában, de érdekes, hogy ehhez mit kell tudni? Tehát mondjuk a te esetedben is ehhez azt kell tudni, hogy más legyél például, nem? Tehát hogyha olyan színházat csinálsz, mint amit mindenki, az nem érdekli a németeket, nem? Nem. Rám az, hogy nem tanultam, rettentő jó hatással volt, és tulajdonképpen nekem mindent magamtól kellett megtanulni, megtudni színházba, filmen egyaránt. És amit én egyedül tanultam, az egy színészmesterség, ami teljesen abszurd, de azt az egyet tudnám valószínűleg egy konvencionális módon űzni, vagy most már az se, de hogy amikor befejeztem egy iskolát, azt éreztem, hogy ott megtanítottak engem arra, hogy kell a Katona József színházba játszani. Az se volt több ennél, egy centivel se, de ezt nagyjából megtanultuk, ami egy iszonyú gazdag és egy nagyon magas foka a színészetnek. Ehhez képest ugye az összes többinél, tulajdonképpen ez az artikulálatlansága, meg bátorsága valójában az ereje. És nyilván mi is artikuláljuk magunkat, meg formává nemesítjük a saját artikulálatlanságunkat, de szerintem még mindig ez az, aminek ereje van. De hogyha németül... Most akkor tehát a válaszod arra, hogy mi a belépő Európára? Hát az új, meg az, hogy nem vagy ugyanolyan.
az biztos. Nagyon ritkán láttam embereknél, hogy tényleg képesek alkalmazkodni, és van egy belső szabadság, és ez a belső szabadság a színészekkel való munkában is ott van. Tehát, hogy nincs az, hogy van tőled egy elvárás, és hogyha nem azt csinálod, vagy úgy csinálod, tehát neki nagyon jó szeme van arra, hogy valami egyszerűen nem szabad. Az, amit a színész csinál, az nem szabad. Tehát ő azért egy autonóm munkát ajánl fel a színésznek, tehát neki van egy javaslata, de nem egy elvárása van. Tehát nem azt mondja, hogy mi az eredmény, amit várok, hanem sokkal inkább egy ilyen intenció, ami jön. És utána nagyon jó szeme van arra, hogy fölmérje, hogy arra az adott válasza a színésznek az egy kamuflázs, vagy pedig egy valódi belső szándékot tükröz. Én szerintem, és ez most persze vannak formai dolgok, meg az, hogy ő hogy lát valamit, vagy nem tudom, de ami a lényege ennek, annak, hogy legyél önmagad, és akikkel dolgozol, attól is azt várt, hogy önmaga legyen, szerintem az összes többi az ebből következik. Úristen, nincs vérnyomásod! Mert visszatartom! Ennyire hülye vagy, hogy nem ismered ezt a nagyon fontos stratégiai pillanatot, hogy nem beszélgetünk az ellenséggel! Ebben is említően lenne egy érdek, hogy Európa akarja tudni, hogy ő hogy van bevonva a buliba, hogy neki miért kell neki figyelnie, vagy miért kell, hogy tessék, csinálj valamit, amit én észreveszek. Tehát, hogy igen, igen. Az egy érdekes dolog, hogy mi az, amit észrevesznek. Igen, de mi mindig a nyugatiak. Igen, mi mindig a nyugat bohócai vagyunk, persze. Tehát nekünk kell ugye. Ja, én nem vagy gondoltam ennyire rossz. Neked ennyire negatív. Ez nem feltétlenül rossz. Ez nem jó vagy rossz. Szerintem amit belül nem feltétlenül mernek megcsinálni, és belül nem feltétlenül mernek vele szembenézni, ami artikulálatlanabb, homályosabb, érzetekre alapuló, stb. Itt tulajdonképpen nem a nyugati kultúra része. Azt azért ők, azokat az udvari bolondokat ők meghívják, és megnézik, és ugorj kettőt, és csináld meg, ami valamennyire következik is belőlünk, mert mi tényleg homályosabban, nem vas logikával nézünk egy dolgot, hanem azt mondjuk, hogy igen, de talán az ellentmondás maga a tartalom. És de ez ugyanolyan, mint ugyanaz a két dilemma, hogy a Kornélnak a magyar előadásai-e a jobbak, igen. Vagy pedig azok, amiket külföldön rendez. Ugye egész más lesz a végeredmény, még akkor is, ha ugyanazzal az attitűddel csinálod, még egyesen. Ha ugyanazt az anyagot is viszed, hiszen az egyik azon a rendszeren belül való gondolkodás, és annak a feszítése, a másik meg egy tökéletesen másfajta dolognak a szabadsága. És ez is érdekes, hogy őszintén szólva így, hogy ennyi időtávlatában néz az ember, az az érdekes, hogy ebben hol találod meg magadat. Tehát ez, amit mi mondunk, hogy mindig tűzijátékot csinálni, mindig odamész és csinálj valami nagyon provokatívat, valami nagyon, ez is egy idő után az ember ellen tud fordulni hát adott esetben. Tehát például a látszatélet az ennek az eredménye, hogy azt éreztük, hogy nem akarunk még egyszer tűzijátékot csinálni. Kitől fő, csak elszabadult néhány nő. Milyen jól látszik innen a szabadságszobor, de nem Budapest. Hát itt ott van a Budai Vár. Igen. Mindent. Még a híd is látszik. Minden látszik. Ez olyan érdekes, hogy az utóbbi két filmedben ugye most már nagyon fontos lett neked, hogy legyenek emblematikus budapesti képek, olyan, mint hogy ilyen üzenetek lennének, vagy ilyen pecsétek, mint az országimás filmekben, hogy íme a városunk legszebb vagy legfontosabb részei a hidak, igen. A panoráma. Igen. Tehát, mint, hogy ugye de főleg a Fehér Istenben volt az, hogy ilyen nagyon sztereotipikus helyszínek legyenek. Ez egy kifejezetten ez volt a koncepció, hogy legyenek meg ezek az ikonikus helyszínek a kutyákkal. És akkor azt éreztük, hogy az valahogy megpecsételi, vagy összekoszolja, vagy hogy kerülnek ide. Szóval egy akkora kontrasztot teremt, ami jó. A Jupiter sokkal nehezebb volt így helyszínválasztás szempontjából, mert az is egy fiktív város tulajdonképpen, kevésbé Budapest, mint a Fehér Isten, de közelebb áll az én belső Budapest képemhez ez a kicsit nyomott, keleti, de közben van egy melankóliája, mindig van egy melankóliája, nagyon szép. És akkor most Budapesten fogsz még forgatni? Tehát ez a Budapest, ez továbbra is a fejedben van? Vagy ez az amerikai filmezés, ez most kiránt ebből az egészből, és olyan szinten leszel nemzetközi, hogy ez már...
Hát ebből, már tulajdonképpen ezt már kipipáltad. Ebből kirándult. Szóval a film, amit tervezünk csinálni, vagy ami, ez az amerikai film, amin dolgozom, az egy stúdiófilm. Az egy filmstúdióba fog játszódni, egy tenger alatt járóba, a víz alatt, amit kreál az ember. Ez nagyjából olyan, mint egy kurtágmű, hogy három hangra írd meg a tökéleteset. Szóval nekem ez egy nagyon érdekes helyzet. És nagyon... Akkor szinte olyan Amerikában, mint egy szerzői film? Hát jóformán érthetetlen, hogy ezt a radikális forgatókönyvet miért sikerült eladni a Bradley Coopernek, aki behozta a MGM Metro Goldwyn Mayer stúdiót, és aki behozott egy akkora összeget, hogy ez a film megcsinálható legyen. Amiben nekem egy nagy öröm benne az őszintén szólva, hogy nem hogy távolabb van attól, amit csináltam eddig, hanem még majdnem, hogy radikalizálja, amit eddig csináltam, ami egy nagyon jó érzés ahhoz képest, hogy ugye ez az én stúdiófilmem. És az, hogy életed első amerikai filmjét, egy stúdiófilmet Budapesten forgathatsz, mert ugye itt lesz a nagy része leforgatva stúdióba, az megnyugtató számodra? Nagyon is, persze, hát a stáb. Hát beszéltünk róla, hogy az ember közösségbe szeret dolgozni, de azt tudom, hogy a magyar stáb egyrészt nagyon jó, tényleg nagyon jók, és ők biztos, hogy egy olyan plusz energiát fognak ebbe is beletenni, amit én nem kapnék meg külföldön. Egy szerviz produkciót, amikor én vagyok a szervizrendező és a szervizország produkcióját. Szóval nekem ez egy nagy öröm, hogy itt tud lenni, de ez mindig egy nagyon érzékeny és törékeny műfaj az amerikai film. Törékenyebb, mint a magyar film? Innen azt gondolnánk, hogy na hát ott aztán van pénz, a stúdió eldönti egy jól kitalált marketing és akár művészeti stratégia mentén, hogy mit kell csinálni, és ezt meg is csinálja? Szerintem úgy, hogy a legerősebb. Természetesen az amerikai film, iszonyatos izomzattal és erővel, likviditással, anyagi erővel, de amíg az a pillanat nem jön meg, hogy te megnyomod a gombot a forgatáson, és aznap már annyi pénz elment, hogy nem lehet visszafordulni, az időszakban olyan törékeny, ami fölfoghatatlan számomra. Simán lehet, hogy azt mondják, hogy ezen a héten dolgozunk, azon a héten nem, és olyan kockázat van benne, olyan kockázat, annyi pénz a kockázat benne, ami nekünk innen fölfoghatatlan, mert mi itt kultúrát csinálunk. És ez a szép benne, ez a hagyománya benne. Ott nem kultúra, ez a dollárról szól. Egyébként örülünk, ha van valami tartalma is. De szól a dollárról. Ez a film, mondjuk a te filmed, a Deeper, mondjuk elkészül, és egy nagyon jó film lesz, de nem termel pénzt, akkor téged rossz rendezőnek fognak elkönyvelni? Vagy valamit, mi lesz a te státuszod? Valamit kell termeljen. Valamit kell termeljen. Ha nem, akkor igen. Ja, de hát lehet, hogy eleve úgy van kitalálva, hogy valamit termel is. Hiszen az egész világba adják el ezeket a filmeket. Igen, de ezt nem lehet tudni. Nyilván anyagi siker az a legfontosabb. Hogyha nem anyagi siker, akkor kell legyen olyan kritikai siker, ami mellett nem lehet elmenni, és nem lehet azt mondani, hogy oké, nem volt, de itt van ez. Ha ezt a kettőt nem tudod felmutatni, tök mindegy, hogy akkor jó vagy nem jó. Akkor te nem létezel. Sokkal vadabb világ, őszintén szólva, kívülről nézve, mint az európai. És tulajdonképpen ettől az európai nagyon szerethető, még akkor is, amikor ennyit tudjuk szidalmazni, hogy ez a kultúra része, és ilyen értelemben kultúrafinanszírozás, amiből táplálkozik, és nem egyértelmű gazdasági farkastörvények. És a Bradley Cooperrel találkozni az nem nehéz számodra? Tehát nem félelmetes ez a helyzet, hogy az ember úgy nem tudja, hogy kéne most megfelelnie? Ez szerencsére mindig is hiányzott belőlem, nincs ilyen. És hányszor találkoztál vele eddig? Hát nem tudom megszámolni. Hát olyan sokszor? Hát nem olyan sokszor, de mit tudom, 10-15 alkalommal. Akkor már ismered? Hát persze, meg mindig, amikor változtatok a forgatókönyven, akkor ezt megbeszélem vele, hogy ő is azt gondolja, amit én gondolok. Ez tényleg egy telefon vagy odamész? Hát attól függ, ha ott vagyok, akkor személyesen, ha nem, akkor telefonon persze. És akkor miért izgat téged? Hát azért izgat, mert az ember... Egy pici nyelven, egy pici országban nagyon limitált, hogy mit tud elérni. És szerintem, amit el lehet érni igazán ebből, annak a környékén
vagyunk most. Nagyjából elérted azt, amennyit magyar rendezőként el lehet érni a világban. Hát két-három filmet szerintem az ennyi. Ennyi helyre lehet eladni, ekkora izé. Ezt most jobban szerették, ezt nem annyira, azt igen, azt nem. Ennyi. Ezt lehet látni. Tehát, hogy ha azt gondolom, hogy mit a 42 évesen még merre van út, ebbe az irányba van út. És az jó érzés. Ez egy piaci dolog. De azt mondtam, hogy nem akarom feladni, hogy én csinálok magyar filmeket, sőt, nagyon fontos. De az, hogy egy nagy közönségnek, meg a nagy piacon jelen lenni, azért az egy izgalmas kihívás. Keleti mellett annyi daru van, mint hogyha még mindig ti forgatnátok, nem? Igen, de már nem mi forgatunk. Azért félelmetes volt ilyen darukkal dolgozni. Hát ott elképesztő technika volt, nem? Tehát gondolom a kutyákkal sem volt egyszerű, de az egy másik téma, de ez, hogy... Ez sokkal nehezebb volt. Repülni, és nem trükkben repülni, hanem valahogy a valóságban elcsípni ezt, azért az komoly. Igen, az nagyon jó, hogy az embernek, ugye a stábról beszéltünk, hogy ilyen munkatársai vannak, szóval az egészet egy Farkas Balázs nevű rigger, ugye ez az ő megnevezése, találta ki, és ezeket a szerkezetek, hogy ezt rakom arra... Felemeltek egy hatalmas fém kockát, mint egy komplet színpadot emelnétek fel, és abba mozog ugye a zsombor, a főszereplő Igen. fiú, és akkor még a kamera. Igen. Nem izgultál? Mert dehogy már az nem. A szint, dehogy amikor tudjuk, hogy valami történik, akkor ez neked egy is millió. Annyi. Hát nekem pont nem, mert szerencsére vannak ilyen felelősségbiztosítási dolgok, de ez egy milliószor csekkoltuk a Balázsa. Rendben van? Biztos, hogy rendben van? Tényleg olyanok voltunk a Vikivel, mint a nagymama, meg a nagypapa. Hogy ezt meg lehet csinálni? És akkor mindig mondta, hogy persze, tök biztonságban vagyunk. Szerencsére így is van. De ezek, hogy mondjam, nagyon sok adrenalint emésztő forgatási napok voltak. És a repülésnek melyik fajtáját szereted? A zuhanást? Ugye az is repülés? Emelkedést, egyiket se. A lebegést. Egyiket se, őszintén. De lefilmezni fejben. Szeretem. Csak lefilmezni. Nem, nincs ilyen, hogy én magamban így elképzelem magamat repülgetni. Nem, egyáltalán nincs ilyen. Akkor a térbe nagyjából mindenkinek eszébe jut, pláne a mai szuperhősös filmben, milyen lenne, ha tényleg ki tudnék lépni, de valahogy lehetett érezni ezen a filmen, hogy ez egy, meg te mondtad is, hogy volt is korábbi terv, hogy ez évekre nyúlik vissza, hogy hogyan akad be neked? Hát eleve az, hogy legyen valami nagy abszurdum, az is majdnem mindig van. De ez... Repülés, mint abszurdum? Persze. Tehát egy irracionális elem, amihez neked, majdnem mint egy szobor, amihez neked viszonyulnod kell. Amivel nem, majdnem, mint hogyha a térre kiraknának egy szobrot, és nem tudsz mellette elmenni. Föl kell nem bukni. Az izgat benne, hogy ebben van szabadság is, a meditáció. Amit jelent, az is izgat benne, amit jelent. De ami leginkább izgat benne, az, hogy irracionális. Tehát valami hogy ki kell lépni azokból a keretekből, ahogy gondolkozni szoktam, ha egy ilyen dologgal találkozom. És nekem minden olyan nagy élményem, legyen az bármi, művészet vagy találkozás, abban mindig az a közös, hogy valahogy ki kell abból lépnem, amiben éppen vagyok. Nagyon erősen ki kell abból lépjek, és szabaddá tenni magamat ahhoz, hogy találkozhassak azzal az emberrel, vagy azzal a művel, vagy bármivel. Ja, akkor ezért nem egyformák a filmjeid. Igen, például. Azért sem. Mármint, hogy nyilván vannak, mindegyikben vannak közös vonások, igen. De azért nem egy ilyen, nem egy koncepció mentén nem. Csinálod őket. Nem, és ez a repülés ugye gyerekkoromban nyúlik valamennyire, viszont nagyon sok science fiction-t olvastam, 13-14 évesen, és volt a Beljajevnek a Repülő ember című regénye, amiben megragadt tulajdonképpen, az ragadt meg bennem, hogy na én ezt elhiszem, hogy ő repül, vagy nem hiszem el. Hm. És tulajdonképpen az ártatlanságom tesztelődött, hogy még gyerek vagyok, vagy már felnőtt. De ez kifejezett egy ilyen fiatal, tini regény. És nagyon-nagyon szerettem, és emlékszem, hogy így bennem maradt ez. És azóta folyamatosan gondolkoztam rajta, hogy ez a viszony, ez állati érdekes, és ezzel elérhető. De nagyon félek, hát én rettentően félek, hogy tériszonyos vagyok, meg
Szóval, tehát így repülni, meg ki sem merek menni semminek nagyon a szélére, utálok repülőgéppen ülni. Ahhoz képest elég sokat repülsz repülőgéppel. Hát de utálom, csak a folyosón ülök. Nem mondod. De nem ülök ablak mellé, és nem is nézek ki. Ezt a hitet mondtad, igen, nálad ez nagyon, nagyon erősen látható a filmekben. Bár mondjuk itt a Jupiter Holdjánál pláne, hogy... Hát ez ilyen, igen. Hogy ez nagyon izgat. De az elmúlt 10-15 évben változott a viszonyod a hithez képest? Vagy van? Tehát az, hogy ember és Isten milyen viszonyban van, hogy hogyan keressük a tökéletest, nem keressük, hogyan változnak ezek a dolgok, szükség van-e? Erre viszont, ez, hát mert ez még akkor izgatott, emlékszem, még most beszélgettünk róla. Most is izgat, de nagyon, az ember nem lesz okosabb, ugye, meg ebben nem lehet okosabbnak lenni. Plusz az ember, én egy lusta hívő vagyok, úgymond, szóval nem abban a perspektívában érdekel igazándiból ahonnan az egyházat. De azt biztosan érzem, legalábbis vagy rám igaz, hogy ha nem hiszek, akkor nem tudok élni, tehát nagyon kell, hogy higgyek abba, hogy ez jó lesz, meg fontos lesz, meg nem tudom, anélkül nem megy. Másrészt bármilyen, hogy nekem az erőt ad, hogyha elképzelem azt, hogy ez nem a vége, hogy ez nem lehet, hogy ez a vége. És az nekem egy jó érzés. Most ezt hívhatjuk bárminek, ami mögötte van, de hogy ez, amit eltöltünk, ez tulajdonképpen egyfajta tér, és van kijárat. És ebben, hogyha van hited, akkor kapcsolatban tudsz maradni azzal a kijárattal, vagy ajtóval.